Középen Nagy Gergő kap ismét egy labdát. Gondol egy nagyot, és ha már gondol egy nagyot, akkor lő egy hatalmas gólt, a forduló egyik legszebb gólját, ez egészen biztos. És hát elmondtam Nagy Gergőről, hogy utoljára 2013. októberében talált be. NB1-es mérkőzésen ezelőtt a találkozó előtt, hát nagyon jó úton jár, hogy pótolja az eddig kimaradt találatokat, bődületesen nagy gólt szerzett. Jó 25-26 méterről veselkedett neki, Ilizinek pedig esélyesen volt. Telirüsszel, sőt inkább egy kicsit külsővel találta el, így kifelé tekeredett a labda, ezzel pedig ismét ő egyenlített ki a Honvédnak. Nem lehet elégszer megnézni.